Köszönöm szépen a szót, tisztelt országgyűlés! Az előttünk fekvő módosítójavaslat, mint már nem az első az elmúlt hetekben, nem más, mint egy újabb lépés a putyini Oroszország érdekeinek kiszolgálása felé. Orbán Viktor kormánya jó ideje azon dolgozik, hogy szembefordítsa Magyarországot Európával, pedig ahhoz népszavazás révén az egész magyar nép csatlakozott. Különösen aggasztó, hogy az Európától való elfordulás és az orosz érdekek kiszolgálása egy olyan időszakban történik, amikor új hidegháború van kialakulóban a világban. A putyini Oroszország látványosan terjeszkedik, az Európai Unió és az Egyesült Államok pedig egyre határozottabb lépéseket tesz, hogy megállítsa ezt a nyomulást. Érthetetlen, hogy mi érdeke származik Orbán Viktornak és a Fidesz kormánynak abból, hogy szabotálja ezeket az erőfeszítéseket. A kormány csak tetézi a bajt azzal, hogy korrupciós ügyekbe keveredett tisztségviselőit nem hajlandó megnevezni és tisztázni magát az amerikai vádak alól. Oroszország abban érdekelt, hogy a vasfüggöny újra leereszkedjen Európában, mi magyarok pedig szembeforduljunk a nyugattal. Ennek egyik eszköze az energipolitikai függőség kialakítása, például a déli áramlat megvalósítása. A most előttünk fekvő módosító indítvány nem egyszerűen lehetővé teszi, hogy Magyarország elkezdje az uniós szabályoknak nem megfelelő déli áramlat építését, hanem a fideszes politikusok kifejezetten gyorsítani igyekeznek ezt a folyamatot, annak ellenére, hogy az ügyben számos nyitott kérdés van, és az unió az Oroszország elleni szankciók részeként ezt a projektet is visszafogja. Elképesztőnek találom azokat a hozzászólásokat, amelyek az ellátás biztonságáról beszélnek, és közben olyan cégeket engednek az építkezéshez, amelyek megfelelő engedélyekkel nem rendelkeznek. Érthetetlen, miért gondolja a magyar kormány, hogy később az oroszok nem saját érdekeiket fogják szem előtt tartani, amikor megszabják a gáz árát. Köszönöm szépen, képviselőasszony.